Béla vendégtanár tartott órát kedd délelőtt azoknak, akik részt vettek az idén már 8. alkalommal megszervezett Break-táborban. Az eseménynek minden évben a Fehérló Közösségi Ház biztosít helyszínt, ahol 5 napon keresztül a breaktáncé a főszerep. A résztvevők az alapok elsajátításától kezdve a gyakorláson át a profi mozdulatokkal is megismerkedhetnek. Reggelente workout és ilyen tréning gyakorlatú programok vannak, aztán utána a változatosság kedvéért workshopok, kaja, délután egy csendes pihenő és ismét egy workshop. A témájuk minden nap változik, ugye minden tanár egyéni stílust képvisel, szóval mindenki más tud átadni a gyerekeknek, és ezen kívül még olyan gyakorlatokkal bővült a hét, például egy jóga oktatónk is eljön, aki lenyújt minket speckó dolgokkal, amiket mi nem nagyon szoktunk alkalmazni. A szervezők igyekeznek minden évben változatossá tenni a tábor programjait, így idén már több vendégtanár is közreműködött, köztük Fehér Laci Pécsről és Faragó Béla Hódmezővásárhelyről, aki 15 évvel ezelőtt kezdett el breaktánccal foglalkozni, Moson-Magyaróvárra pedig egy fontos dologgal készült. Mint ahogy a nevében is benne van, ez egy tánc, méghozzá breaktánc, és ezt a részét szeretném a gyerekekkel megszerettetni, és a fontosságát elmagyarázni, hogy mennyire fontos az, hogy konnektálódjunk a zenével, és amikor belépünk a talajra, abban a pillanatban akár egy zsűri, vagy egy külsős ember is lássa azt, hogy ennek a táncnak az önkifejezés a célja, és az önkifejezés első lépése az az, hogy megtanulunk zenére mozogni. A tábor fontos célja, hogy jól érezzék magukat a résztvevők életkortól, nemtől vagy tánctudástól függetlenül. A táborban minden évben vannak olyanok is, akik már évek óta részt vesznek a programokon, az egyesület tagjaként pedig táncversenyeken is megmérettetik magukat, vagy a városi rendezvényeken lépnek fel. Körülbelül 4,5 éve táncolok, öcsém kezdte el előbb, és én folytattam, mert nekem is megtetszett, otthon már így gyakorolgattam, és úgy jöttem idő, hogy mindenki nagy szeretettel várt, és én abba hagytam egy időre. Átmentem kézilabdázni, és úgy döntöttem, hogy mégis break az jobb, és azóta csinálom. Hogy érzitek magatokat itt a táborban? Mit tanulhattok ez alatt az 5 nap alatt? Megtanuljuk az alapokat, a kezdők, mi megfejlődünk tovább. Igazából már 6 éve brékelek, és minden egyes alkalomkor részt veszek ebbe a táborba, mert a zene mindig kikapcsol, meg nagyon jól lehet élvezni, sok jó fejgyerekkel lehet találkozni, ugye mindig jönnek újak, meg a régiek közül is mindig jönnek a barátok, aztán tudunk haverkodni. Igazából egész nap itt táncolunk, új dolgokat tanulunk, ami segített abban, hogy versenyeken oda tehessük magunkat. Délután van pihenő mindig, aztán utána egy kicsit még nyomjuk, erősítést a végére, hogy jól elfáradjunk minden nap. Igazából én ezt azért választottam, mert nekem nagyon megtetszett, és az edzőnket, Lippert Mártont ismertük már alapból, és megtetszett a break, és akkor eljöttem nyáron egy táborba, és azóta már rendesen mindig jövök táborba, és járok edzésekre is. Versenyeken szoktál részt venni? Persze. És milyen sikereket értél el eddig? Hát volt olyan, amikor kikaptam, azért mert nem tudtam olyan formát mutatni, de volt olyan is, amikor nyertem, vagy második lettem, vagy a dobogón voltam esetleg harmadik. Az idei breaktábor nem ért véget pénteken, ugyanis a hétvégén is a szórakozásé lesz a főszerep. Szombaton és vasárnap Újrónafőre várják az érdeklődőket egy breaktánc találkozóra, vasárnap pedig Győrben szerveznek egy országos megmérettetést majd.